Isten roma nemzetiségi vallónak. Itt az Európai Romákért Egyesület Facebook TV fogjátok látni, és a YouTube-on fogom megosztani. Véleményt kérek minden roma származástól, a Torockai Lászlónak az első jobboldali támadását és a megemlékezést a náciknak. Mi nem vagyunk erre vevők, mivel nem Magyarországot képviselik a náci Hitlernek a zombiai, ezért egy interjút szeretnék tartani. Jobber elé, aki Milán. Mi a véleményed a Torockainak a felvonulásáról és a masírozásáról, hogy mindenhol, minden falvakban megjelennek és félelmítsük a cigány falvakat? Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Teljes mértékben esztelennek tartom ezt a kriminációt, nonsens, amit képviselnek. Igaziból ezzel nem tudunk mit csinálni. Az emberiségnek minden korszakában voltak ilyen elveket valló emberek, és minden korban el is buktak, hála Istennek. Igaziból Isten minden, a véleményem az, hogy Isten minden embert egyformának teremtett belülről, lélek szerint. Viszont külsőleg úgy teremtette meg az embert, hogy van, aki fehér, fekete, sárga, piros, kék, mindenki más színben játszik. Lássuk akár csak a szivárványt is, ami az emberiségnek egy jelkép. Ez nem véletlenül van benne az égbolton, Noéra emlékeztet minket, és ezen túlmenően még azt is jelképezi, hogy többszínűek az emberek, de viszont lélekben egyformák, mert Ádámba belelehelte a lelket, amit örökölünk generációról generációra, ezért vagyunk emberek, mindenki egyforma. A véleményem az, hogy ezek az emberek teljesen őrültek, buta emberek, csak sajnálni tudom őket, szinte szánalmasak ezek a felvonulások, amiket csinálnak. Egy buta ember csinál ilyet, minden műveltség és minden észszerűség és értelem arra ad vonatkoztatást nemzedékről nemzedékre, hogy ezeket megvetik és elbuktatják ezeket az elveket, mert ennek nincs semmi értelme. Isten az, aki el fogja dönteni, hogy ki rossz, ki jó, nem pedig ezek a nácik. Illetve amit még el szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy csináltam is nekik egy zenét, és kérek minden zenész társamat, hogy álljanak ki ezért a dologért ugyanígy. Én azért vagyok itt jelen, igaziból a zenémmel tudtam ehhez hozzájárulni, illetve a megjelenésemmel, mert harc, illetve háborúról itt szó nincsen. Természetesen a romáknak én is azt üzenném, hogy ésszel, többet ésszel, mint erővel, mert egy hadviselés nem csak az erő demonstrációból áll, hanem az észjátékból is. A sakkot vegyék alapul. Nagyon sok hadi technológiában alkalmazzák a mai napig, és igaziból még annyit szeretnék elmondani, hogy pörgessétek a zenét, hadd kapják meg az üzenetet. Lehetne ez az indulónk is, igaziból ennyivel tudok hozzájárulni ez az egészhez. Isten áldjon minden zsidó embert, minden szellemben zsidó embert, minden cigányt és minden nemzetiségű embert áldjon meg, mert Isten arra teremtett minket, hogy szeretetben és békességben imádjuk őt. Ez az ember fő feladata, a fő dolga, Jobb könyve szerint is. Nem akarok teljes mértékben biblikus lenni, ezért csak az észszerűségre támaszkodok, és azt mondom, hogy teljesen hülyeség, amit csinálnak. Bukás lesz a vége mindenféleképpen. Itt nem félnek tőlük az emberek, ez a főváros. Még egyszer ismétlem, ez nem egy kisváros, ahol ezt el lehet játszani. Nem arról van szó, hogy van egy sor öt kunyhóval, ahol mindenféle gyengébb emberek vannak, gyengék emberek élnek, akiken ki lehet élni ezeket a náci hajlamukat. Ez a főváros, ez itt nem fog bejönni, ez mindenféleképpen itt sakmattot fognak kapni. Mindenféle értelemben, és annyit üzennék még személy szerint ezeknek a vezetőknek, hogy sokat imádkozok majd értük, hogy ne égjenek túlságosan el a poklon, mert Isten nem ezt a hazaszeretetet táplálta a szívünkbe. Ez az ördögtől származik, a gonosztól, mivel gyűlölet és egy negatív érzés az, ami az ő szívükben van. Mi is ugyanúgy normális emberek vagyunk, dolgozunk. Igaziból a bűn az, ami az embert meg elválasztja Istentől, nem a bőrszíne. Úgyhogy azt üzenem mindenkinek, hogy éljenek a cigányok, éljenek a zsidók, még egyszer, éljenek a keresztények, és éljenek mindenki, aki
aki normálisan tud ebbe a társadalomba együtt élni, egymás mellett elférni, erről szól ez az egész igaziból. És pörgessétek a zenét, sziasztok! Köszönöm szépen, folytatom majd World Bellával nem sokára.